Látom cimboráimat a sorok között, akik most is keresztbetett ujjakkal drukkolnak nekem. A végzettek nevében Szentgyörgyi Zsolt búcsúzott a Dunaújvárosi Egyetemtől az intézmény diploma átadóján. A hallgatók szép emlékekkel mondtak búcsút az egyetemnek. Mindenre szívesen emlékszek vissza, onnantól kezdve, hogy a főiskolai televízió szerkesztője, gyakornoka, rendezője, majd pedig szerkesztőségvezetője voltam, a főiskola pedagógiai és kommunikációs szakmai kollégiumának alelnöke. Tényleg minden, nagyon sok minden történt az elmúlt 5 évben, és tényleg nagyon sok mindenre emlékszem szívesen. A diplomátadó egy különleges eseménynek is otthont adott. Hát kedvesemmel tegnapi nap folyamán volt, hogy 3 éve találkoztunk itt a főiskolán, akkor még egy matek vizsgán. Ott kezdődött a kapcsolatunk, és hát a mai nap odáig jutottunk, hogy én szerettem volna megkérni a kezét. Ez ilyen ünnepélyes keretek között, hogy erre emlékezzen minden nap. A hölgy válaszát is megtudtuk. Igen, mindig igen. És nagyon örülök neki, nem számítottam rá. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora elmondta, a diploma átadót mindig ünnepként élik meg az intézményben oktatók, dolgozók. Azért fontosak a diploma átadók, mert akkor tudjuk a munkák gyümölcsét learatni. Azért dolgozunk kollégáimmal és a kancellária támogató segítségével, hogy a lehető legtöbb hallgatónk végezzen, és jusson gyakorlatorientált tudás birtokába. A diplomaátadón részt vett Cserna Gábor, Dunaújváros megyei jogú város polgármestere is, aki elmondta, hosszú út áll az egyetem mögött. A 2000-es évek elején vált önállóvá. Az elmúlt években küzdöttünk azért, hogy önálló maradjon, és igazából nagy örömmel éltük meg, hogy egy még magasabb, sőt a lehető a felsőoktatás területén a legmagasabb rangra emelkedve egyetemmé vált. Ez fontos magának az intézménynek, fontos a városnak és a térségünknek egyaránt. Az idei évben több mint 250 hallgató vehette át oklevelét a Dunaújvárosi Egyetem diplomaátadóján.